Itt állunk egy huszita harci szekér mellett, amely a husziták számára az óriási, rájuk támadó óriási túlerővel szembeni győzelmeknek az egyik kulcsfegyvere volt. A mögöttem látható szobor Ján Zsiskát, a huszita harcok legismertebb és legkiválóbb vezetőjét mutatja, aki a zsoldos vezéri tapasztalatai alapján rendszeresítette, és több száz ilyen szekér bevezetésére került sor. Ezek nagy vasalt szekerek voltak, amelyeket csatába lehetett bevetni. Miért kellett ezeket bevetni? Mert azok a keresztes hadak, amik el akarták tiporni a huszitákat, azok lovas és nehéz lovas csapatok voltak. Ezzel szemben az önkéntes husziták, ezek a döntő részük gyalogosok voltak, és a nehéz lovassággal szemben kevés esélyük voltak. Mi történt? Mi történik Zsiska tanácsára? Ezeket a vasalt szekereket megrakták katonákkal, számszer íjasokkal, könnyű tábori ágyukat is, tehát már tüzérséget rendszeresítettek rajtuk, és szekereket egymáshoz láncoltak, és így egymáshoz láncolt szekerekkel, hogy ezek lovak vontatták, egymáshoz láncolt szekerekkel vonultak az ellenféllel szembe, és a tábori ágyuk, ezek a lovakat megvadították, a szekerek azok rá rohantak, még olyan is volt, hogy a szekerek oldalára kiegyenesített kaszákat, hogy hatékonyabb legyen a fegyver, rá rohantak az ellenségre, és a tüzérség, a szekereknek a sokasága egyszerűen biztosította a győzelmet, tehát döntő szerepe volt a mozgó tűzerőnek, ez volt Zsiskának a nagy találmánya.